Üdvözlöm Önöket, ez a Kecskeméti Televízió kertészeti műsora. Mai adásunkban egy különleges növénnyel, az Impatiens új Guineával ismerkedhetnek meg. Tartsanak velünk! Az Impatiens új Guinea a következő növényünk. Mit lehet tudni erről a növényről? Ez az utóbbi 5-6 évben jött ennyire divatba. A nemesítők nagyon szép munkát végeztek ebbe a fajtánkban. Különböző színárnyalatokat hoztak ki, különböző nagyságukkal. Van két fajta, van az egyik, ami törpe változat, amit itt látunk, ez majdnem mindad, és van egy olyan változat, ami körülbelül 60-70 centire is megnő, Vigorus néven fut a piacon. Abból kevesebbet szoktunk eladni, mivel inkább ez ilyen nagyobb kertekbe szokták beültetni. Ez a lakosságnak az igényeit elégíti ki. Ezt is balkonládába ültetjük, de talajba is ültetünk. Tehát vannak olyan helyek, ahol 400-500 darab gyönyörűen ki van ültetve, teljesen fedi a talajt, és nagyon jó bírja az itteni körülményeket. Mennyire igényes növény? Nem annyira igényes növény, tehát betegsége sincs úgy még, hál' Istennek, úgyhogy nagyon jó bírja az itteni lehetőségeket, tehát az itteni légköri aszályos Kecskemétet. Egyedül tápanyagigényes, vízigényes, tehát mind a kettőt nagyon szereti. Mennyit kell öntözni? Ezt a tanácsos, ha a balkonládába naponta megöntözni, itt is lényeges az egy növénysínése álljon alatta a víz, legalábbis ha áll alatta annyit, amennyit föl tud szívatni, vagy szívni, de alatta soha ne álljon a növény alatta a víz. Tápanyagigényes, tehát szereti a tápanyagot, ahhoz, hogy tényleg ezt a 30-35 cm tudja, és gyönyörűen bebokrosodik, ehhez tápanyag kell neki. Mondjuk az eddig bemutatott növényeknél felmerült bennem a kérdés, hogy minden esetben külön balkonládába ültessük őket, vannak esetleg olyan társítások, amik jól működnek? Igen, nagyon jó a kérdés, mert az utóbbi években nagyon divatba jött ezek a vegyes beültetések. Ezeken a növényeken kívül, hát mondjuk a muskátit nem szoktuk ezzel összeültetni, de például a petúniát az új Guineával össze tudjuk ültetni, majd látjuk a fuchsiával össze tudjuk ültetni, a levéldíszekkel össze tudjuk ültetni. Tehát nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, amit látnak Európában, hogy a vegyes beültetések nagyon az utóbbi időben nagyon divatba jöttek. Itt is mi rengeteg ilyen ültetést csinálunk, ami vegyesen történik. Mi válasszuk hozzá meg a növényeket, színbe, esetleg a vevő igényeik, mert van, aki a lilát nem szereti, van, aki a rózsaszín nem szereti, van, aki a pirosat nem szereti, de össze tudjuk szépen gyönyörűen válogatni. Nagyon sok a vegyes beültetés. Ezt a növényt konkrétan kiknek ajánlja? Ezt a növényt tulajdonképpen mindenkinek ajánljuk, mert mondom, aránylag jó bírja az itteni körülményeket. Egy a lényeg, hogy amit mondtam az előbb is, hogy a tápanyagba igényesebb talán, mint a többi növény, mert ezek a növények körülbelül a 20%-os állapotban vannak most. Ez körülbelül, amikor benő egy 60 centis ládába a három darab, addigra körülbelül 40-50 centis lesz, és teljesen kitölti a ládának a térfogatát. Van egy másik neve ennek a növénynek, ami a köztudatban elterjedt. Ez melyik név? Hát ezt úgy hívják, hogy pistike. Pistikének hívják a köznapi nyelven. Ennek van egy olyan változata, ami a talajba kiültethető. Itt az üvegházban azt is tudunk mutatni. Ez egy nemesített változata annak, és abból lett ez a növény tulajdonképpen a nemesítők által előállítva. Köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap is jelentkezünk friss tartalommal, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!